Köszöntöm nézőinket, Lipták Péter vagyok, mutatom, mit kínálunk Önöknek a mai Cikádor magazinban. Több mint 20 napirendi pontot tárgyaltak a képviselők. Gyakorlatoztak az önkéntesek. Bátaszékre érkezett a béke lángja. Nyárköszöntő a tájházban. Támogatások, szolgáltatások árainak emelése és fejlesztési előrelépések. Többek között ezekről esett szó és született döntés a Bátaszéki képviselőtestület júniusi ülésén. Elkezdődik a kövesdi bekötőút felújítása, és megszavazták, hova kerüljön a nemrégiben megtalált dolinai harang. Megtartotta a júniusi ülését a Bátaszéki képviselőtestület. Ez alkalommal 29 napi rendi pontot tárgyaltak a jelenlévők. Többek között az önkormányzati hivatal 2021-es pénzügyi elszámolását is elfogadták. Városi köztemető témája is napirenden volt, itt lakossági felvetések figyelembevételével. Olyan fejlesztési elképzelésekről döntöttünk, hogy hogyan tudjuk modernizálni a temetőkapuknak a nyitását, zárását, hogyan tudjuk megoldani, hogy nagyobb ünnepek kapcsán a temető területére gépjárművel is be lehessen közlekedni. Magát a fejlesztési tervet a képviselőtestület elfogadta, azzal a kitétellel, hogy a költségek hozzárendelését az egyedi árajánlatok beérkezése után fogja meghatározni. 2022 második fél évére egy újabb keretet nyit a bátaszéki civil szervezetek részére. Ennek az összege 2 millió 750 ezer forint lesz. Pályázati felhívást néhány napon belül közzé fogjuk tenni, és a civil szervezeteknek újra lehetőségük lesz arra, hogy a működésükhez szükséges forrásokra pályázatot nyújtsanak be Bátaszékváros önkormányzatához. Augusztusban el is fogjuk bírálni, és a döntésnek megfelelően a támogatást is biztosítjuk a civil szervezeteknek. Döntöttünk arról is, hogy a felsőoktatási ösztöndíj pályázathoz, annak meghirdetéséhez újabb 2 millió forintos keretösszeget rendel hozzá a képviselőtestület, így a főiskolai egyetemi hallgatóink az év második felében, azaz a 22-23-as tanév első fél évére benyújthatnak majd pályázatot, és hát reméljük minél többen igénybe tudják venni azt a támogatást, amit önkormányzatunk nyújt majd számukra. A május végén érkező jégeső nagy pusztítást végzett a városban, nem csak a termésekben, de a lakóingatlanokban is nagy károk keletkeztek. Ezért felhívást tett közé az önkormányzat, hogy anyagi segítséget nyújtson azoknak a károsultaknak, akik nem rendelkeznek lakásbiztosítással. Erre több mint 25-en jelentkeztek is. A képviselőtestület végül is úgy döntött, hogy mintegy 1 millió 70 ezer forintnyi támogatást oszt szét az érintettek részére, melyek közül lesznek olyanok, akik a károkat teljes mértékben téríti az önkormányzat támogatás formájában. Itt is elsősorban az anyagi és szociális rászorultságot vettük figyelembe, és lesznek olyanok gyakorlatilag, akik a káruk 50%-ának megtérítésére kaphatnak lehetőséget az önkormányzattól. Itt is szeretnék mondani, hogy az önkormányzat lehetőségei végesek, és ezért végül is úgy döntött a képviselőtestület, hogy ez volt az utolsó alkalom, amikor ilyen mértékben helyt tudunk állni ilyen káresemények kapcsán. Itt is szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy próbáljanak lehetőségeik szerint öngondoskodás módon az épületeikre vagyonbiztosítást kötni, mert az elkövetkező időszakban egyre többször várható ilyen rendkívüli járási körülmény. Viszont annyiban próbálunk segítséget nyújtani, hogy fel fogjuk venni a kapcsolatot a biztosító társaságokkal. Próbálunk egy olyan biztosítási csomagot létrehozni, ami szociális alapon vehető igénybe azon családok részére, akiknek valóban a mindennapjaikat nehezíteni meg a biztosítás díjának fedezése. Néhány térítési díj tekintetében azonban emelésről kellett döntenie a testületnek. Többször szóba került már, hogy az élelmiszer beszerzési árak jelentősen megemelkedtek, de eddig a koronavírus járvány miatt nem volt lehetőség hozzáigazítani a szolgáltatás árai. Van olyan élelmiszerbeszerzési költség, ami 100%-ban növekedett január 1-jéhez képest, és ezek természetesen költségnövelő tényezők. Úgy döntött a képviselőtestület, hogy augusztus 1-től drasztikusan a norma számítások alapján van, ahol 30-40-50%-kal nőnek majd a térítési díjak. De ezek természetesen, ahogy említettem, sajnos a beszerzési árakhoz igazodóan kell, hogy megtörténjenek. Viszont arra is döntött a képviselőtestület, hogy szociális alapon az általános iskolában tanuló gyermekek számára
mintegy 25%-os díjkedvezményt kíván majd bevezetni ugyanettől a naptól. Ez a térítési díjemelés, ez sajnos érinteni fogja a szociális étkeztetésben lévő időseinket is. Ott annyival vagyunk egy kicsivel jobb helyzetben, hogy ott a nyugdíjakhoz kapcsolódóan személyes térítési díj megállapítására van lehetőség, tehát ott a kedvezmények automatikusan tudnak majd járni. A dolinai harang elhelyezéséről is döntöttek. A néhány hete megtalált tárgyat az egyházzal való egyeztetés után a Romkertben egy haranglábra helyezik el. 2022 téli fűtési szezonjára már most megkezdjük a felkészülést. Azaz a képviselőtestület mintegy 1,3 millió forintos keretösszeget határozott meg annak érdekében, hogy az önkormányzat be tudja szerezni a szociális tűzifát. Ez mintegy 35 köbméternyi erdészeti köbméter fát fog jelenteni. Ezt napokon belül megvásároljuk, beszállítjuk a bátkomnak a telephelyére, és a Szociális Bizottság döntése alapján majd 22. októberétől, amikor elkezdődnek a tűzifa támogatásoknak a megítélései, akkor tudjuk a város polgárai számára biztosítani ezt az összeget. A képviselőtestület az egyedi kormánydöntés alapján a városnak megítélt támogatások felosztásáról is döntött. Bizonyára sokan emlékeznek, hogy Horváth képviselő közbenjárására 103 millió forint támogatásba részesült Bátaszék város önkormányzata. A Kövesdi bekötő út, a számvevőségi épület homlokzat felújítása, illetve a Patak utcán egy játszótér megépítésére kiválasztottuk a kivitelezőt. Reményeink szerint rövid időn belül a vállalkozási szerződések aláírása is meg fog tudni történni, és úgy prognosztizáltuk, illetve a közbeszerzésben is ezt jelöltük meg, hogy augusztus 31-éig ezeknek a beruházásoknak el kellene készülnie. Hát igyekszünk mindent megtenni annak érdekében, hogy valóban minél hamarabb egyrészt a kövesdiek a bekötő utat át tudják venni, és meg tudjunk szépülni a számvevőségi épületnek a homlokzata, illetve még a gyerekek talán még a nyáron, de legkésőbb kora ősszel igénybe tudják venni a Patak utcai játszóteret. Alaptáborállítás, aggregátor beüzemelés, a zagyszivattyú használata és még az eltűnt személy keresése is szerepelt a bátaszéki önkéntes mentőcsoport szituációs gyakorlatai között. A gyakorlatozás célja, hogy az önkéntesek hatékonyan tudják segíteni a hivatásos tűzoltók munkáját a kedvezőtlen időjárási viszonyok okozta vészhelyzetek elhárításakor. A bátaszéki települési önkéntes mentőcsoport tagjai épp az agyszivattyú összeszerelését és üzembe helyezését gyakorolják szituációs gyakorlaton. A tréning célja az volt, hogy a szervezet tagjai rutint szerezzenek a különböző vészhelyzetek során felmerülő problémák megoldásában, hogyha szükség van rá, akkor hatékonyabban és aktívabban tudjanak közreműködni a hivatásos egységekkel. Az alakulat rendelkezik mindazokkal a technikai eszközökkel, amikkel segíteni tudnak például egy viharkádnál, mint ahogy ezt tették is a május végén lezúduló hatalmas eső és jégeső után. Május 25, ugye a megyénket, sőt igazából inkább a mi térségünket érintő soha nem látott jégkár, jégverés volt. Amikor meghallottuk a riasztást, tehát már olvastuk már délután folyamán, van egy zárt csoportja a mentőszervezetnek, ahol pontosítottuk, hogy ki fog este ráérni az idő elmúltával Bátaszékre átjönni, Alsónyékre, az általunk érintett településekre mentőtevékenységet végezni. Összeállt a 6 fős csapat, és abban a pillanatban, amikor kicsikét már a jégverés kezdett alábbhagyni, autóval már mentünk össze, és elkezdtük a mentesítést. Tehát mindenki éli a civil életét, amikor jön egy riasztás, akkor elkezdünk összekészülni, és abban a pillanatban, aki az adott pillanatban ráér, 5-6 fő, azok már mennek és csinálják. Hát most a bátaszéki jégkárnál, hogyha most ennél a példánál maradunk, ugye a vízelvezetés volt, egy irdatlan mennyiségű csapadék is leesett a jég után, a frekventált zárt csapadék rendszereknél eltömődtek, ugye a jég leverte a fák levelét, ágait, eltömítették a lefolyórácsokat, az összes rácsot végig kellett emelgessük, meg kellett mozgassuk, és ki kellett tisztítsuk a lefolyókat, hogy az úton felgyűlemlett vizet el tudja nyelni. Utána közben a másik csapat, mert két csapattal álltunk neki, ők a letört ágakat, fákat vágták ki. Ennek a mai gyakorlatnak mindenféle mentési tevékenységünknek a gyakorlása a cél. Ugye van egy szivattyunk, egy zagyszivattyunk, ennek a beüzemelése, a kezelése az egyik fő szempont. Egy viharkárnál egy pincéből szippantás, egy víznyerési lehetőség biztosítása, ugye az egyik fő feladatunk.
nekünk is, és a gépnek is ez egy fontos teszt volt, hogy működik és tudunk együtt dolgozni. Mai nap folyamán meg ugye lesz két eltűnt gyerekünk is, és ugye eszközhasználat, tehát fontos az, hogy a birtokunkban lévő drón, éjjellátó, hőkamera, mindenki tudja kezelni. Tehát ugye mindig más kézbe adjuk oda, és magyarázva próbáljuk megtanítani nekik azt, hogy lehet működtetni. A szituációs gyakorlatok az alaptábor kialakításával kezdődtek, majd ezt követték további terepen történő feladatok. Fontos, hogy az önkéntesek időt szánjanak a gyakorlatozásra, hiszen csak akkor tudják hatékonyan segíteni a hivatásos tűzoltók munkáját, ha önálló feladatok elvégzésére is képesek. Törekszünk mindig azért a szezonális eseményekre felkészülni, gondolok itt a téren, kívüli téli időjárásra is, itt elakadt gépjárműveknél, forgalmi akadályoknak az elhajtásában tudnak beavatkozni, közreműködni. Alaprendeltetésük pedig az árvízzel kapcsolatos feladatok, hiszen a minősítést is ebből szerezték. De igyekszünk arra törekedni, hogy a település önmentő képességét tudjuk ezáltal fokozni, és minél szélesebb körben tudjanak szakmai tudást elsajátítani. Így azt mondom, hogy 4 évente tartunk egy ilyen gyakorlatot a beosztott vagy az önként jelentkezett személyek részére. Most a mentőcsoportnak 13 tagja van, jelenleg 16 fő van kint, 13-an a gyakorlaton vesznek aktívan részt, és 3 személy pedig, aki majd a jövőben várhatóan ők is a mentőcsoport tagjai lesznek, ők ilyen külső megfigyelőként vesznek részt, hogy ezzel is úgy kedvet kapjanak a csapatba való belépéshez. Az önkéntes mentőcsoportok jelentősen tudják segíteni a katasztrófavédelmnek is a tevékenységét, munkáját is, hiszen amikor ezek nagyon szélsőséges időjárások vannak, a viharkárok vagy a káresemények jelentősen megugranak, tehát itt beszélhetünk akár 40-50-60-70 káreseményről vagy riasztásról is, amit a tűzoltó kollégák kapnak, és itt vannak azért olyan események is, amit ők is fel tudnak számolni, felszámolhatnak, és azért ez tényleg segítség a tűzoltó egységeknek, hogy arra az eseményekre tudnak fókuszálni, ahol tényleg szükség van a kollégáknak a beavatkozására. A gyakorlatozás egészen késő estig tartott, a napot egy közös vacsorával zárták a bátaszéki önkéntesek. Országon keresztül 3000 kilométert futnak a Duna mentén, hogy az a béke folyójává váljon. A világ legnagyobb váltófutásának magyarországi szakaszán utolsó előtti állomás volt Bátaszék. A mozgalom célja, hogy tudatosítsa az emberekben, ha mindenki tesz egy lépést a béke felé, akkor szebb lesz a világ. Olá Endre, a magyar csapat vezetője elmondta, őket nem a futóláb, hanem a béke szív köti össze. Volt 10.000 méter mélyen a tenger alatt járóban. Rengeteg híres ember, olimpiai sportolók, világbajnokok tartották a kezükben. Teréz anya, II. János Pál pápa, Ferenc pápa megáldott a 18-ban a Vatikánban. És most Bátaszékre hozták el a béke lángját a Peace Run mozgalom önkéntesei. A békefutás elnevezésű kezdeményezést 1987-ben indította el Sri Chinmoy New Yorkban, hogy erősítse a különféle nemzetek és kultúrák összetartozás érzését. A kezdeményezés pillanatok alatt elterjedt a világ 6 kontinensén. Csak az európai kontinensen 24.000 kilométer hosszú, és 49 országon halad át. Ez minden második évben összefüggő futási útvonalat jelent, minden páratlan évben pedig egyedi futások vannak az országban. Az idei év alkalmából egy különleges célt tűztünk ki magunk elé, mégpedig nem mást, szeretnénk a 3000 kilométer hosszú Duna folyónkat békefolyóvá nyilvánítani. Mi erre úgy tekintünk, mint egy 3000 kilométer hosszú ima a békéért, amit fáklyával a kézben végzünk. Az idei futás Németországból indult, a Fekete Erdőből és a Fekete Tengernél ér véget. A nemzetközi futócsapat tagjai pedig folyamatosan cserélődnek az útvonal mentén. 324 kilométer hosszú a magyar szakasz, és próbálunk, az volt a kérés, hogy Duna közeli futóhelyeket, útvonalakat, településeket célozzunk meg, hogy a nemzetközi futócsapatnak is egy kis Duna közeli élménye legyen, tehát amennyire lehet, szeretnénk közel futni a folyóhoz.
Pap Védisa is Esztergomnál csatlakozott a csapathoz. A motto nagyon sokat mond, és nagyon szimbolikus, és számomra nagyon fontos, hogy a békét és a béke eljövetelét ne magas politikusokra és valami tőlünk messze álló emberekre helyezzük át, hanem a külső béke csak a belső béke által fog létrejönni. Tehát, hogyha én bennem béke van, harmónia, és ezt sok ember el tudja mondani, akkor automatikusan létre fog jönni világszinten is a béke, nem fordítva működik. És ez a futásunknak a mottója, hogy a béke velem kezdődik, tehát veled kezdődik. Az egész magyarországi szakasz napokra, órára lebontva, kilométerre lebontva előre meg van tervezve, rendőrséggel egyeztető, úgyhogy ezt az időpontot, ezt az ütemtervet nekünk tartanunk kell. Csapatban futunk, ez egy váltófutás. Általában 5 kilométerenként váltunk, de például tegnap a legjobb futónk az 30 kilométer fölött futott. Van, aki egy maraton fölött fut, attól függ, hogy szeretne edzeni. Általában olyan 5-6 kilométerenként váltunk. Nem annyira profi futókról beszélünk, tehát azt szeretném hangsúlyozni. Van ugyan a csapatunkban szintén, aki ironmanezik, vagy viszonylag jó maraton eredményekkel bír, de a csapatunknak inkább a béke szívre van kihegyezve, mint a futó lábra, tehát azt szeretném kihangsúlyozni. Úgyhogy minket ez az eszmélység tart inkább össze. Mi egy váltófutásként rújjuk az utakat, egy váltófutásként, ahol egymás kezébe adjuk a fáklyát egy 5-6 kilométerenként, felosztjuk előre az útvonalakat, feszített meglehetősen az idő is, hogy odaérjünk a különböző ünnepségekre, úgyhogy terveznünk kell útközben is átszervezni a programot, hogy ki mikor fut. Bár szoros a menetrendjük, mégis időt szántak rá, hogy megnézzék a bátaszéki nagyboldogasszony templomot. Elmúlt 15 évben szinte furcsálták is, amikor megérkeztünk egy-egy településre, hogy miért akarunk mi békért futni. Tehát hiszen 70 éve, tehát három generáció nőtt fel azóta, hogy véget ért a második világháború. A mi célkitűzésünk, itt a futásnak a mottója az egy picit más. Tehát egy picit komplexebben értelmezzük a békét, mint a hétköznapi ember. Ahogy ezt Szicsin majd megfogalmazta az alapítónk, a béke nem a háború távollétét jelenti. A béke a szeretet, az egység, a harmónia és a megelégedettség megléte. Hogyha ezek létrejöttek, jelen vannak a különféle emberi közösségek között, akkor beszélhetünk valódi békéről. 8-as pontnál vagyunk. 9-10-ig előre futunk mi, ez a miénk, 10-től 12-ig a nemzetközi, és Mohács északi részén 12-es pontnál találkozunk. A mezőnyben az ország szinte minden tájáról képviseltették magukat. Érkeztek Egerből, Zalaegerszegről, Debrecenből, Budapestről, de volt, aki Ausztriából, Portugáliából, vagy éppen Brazíliából jött, hogy erősítse a béke lángját. Hát az a megtiszteltetés érte településünket, hogy mi is be tudtunk kapcsolódni abba nemzetközi vérkeringésbe, amit ez a szervezet, ez a igen sok önkéntesből álló és sok nemzetiségből álló szervezet képvisel, nevezetesen, hogy a mozgást és a béke eszméjét ötvözték ebben a mozgalomban, amely most már több mint 30 éve zajlik a világban. Többek között Magyarországon, Európában. Tőlünk néhány száz kilométerre Európában sajnos ismét háború zajlik. Utoljára a 90-es évek elején kellett megéljük nekünk, magyaroknak is, meg Európának is, hogy ez bekövetkezett. És igenis ez a mozgalom is felhívja a figyelmet arra, hogy nekünk embereknek mennyi tennivalónk van annak érdekében, hogy akár a saját életünkben, de az utánunk következő életében is garantálni tudjuk azt, ami azt gondolom az egyik legfontosabb, hogy békében és biztonságban nőjessenek föl nemzedékek. A rövid pihenő után Mohácsra indultak a futók a fáklyával, amit aztán átadtak a horvátországi csapatnak, hogy ők vigyék tovább a békelángját. A múzeumok éjszakája keretein belül került megrendezésre Bátaszéken a nyárköszöntő programsorozat.
Az egész délután tartó eseményen számos érdekes előadásnak lehettek szem és fültanúi azok, akik ellátogattak a tájházba. A bátaszéki tájház udvarán az Eperfa árnyéka alatt került megrendezésre a nyárköszöntő programsorozat, aminek ez a kis népdal előadás is része volt. A múzeumok éjszakája országos rendezvény keretein belül Tolna megye számos településén és városában vehettek részt kulturális programokon az érdeklődők. Itt a tájházban könyvbemutató és bátaszék történetével kapcsolatos előadásokat hallgathattak meg a résztvevők. Balázs Kovács Sándor néprajzkutató a nemrégiben megjelent könyvében leírtakról, az emberi évfordulókhoz kapcsolódó sárközi népszokásokról beszélt a jelenlévőknek. Nem másról szól, mint a sárközi parasztság életéről, mégpedig az életfordulóhoz kapcsolódó népszokásokról, tehát a születés, az esküvő, illetve a házasság és a halálozáshoz kapcsolódó különböző népszokásokat próbáltam meg összefoglalni. Ugye hát a sárközi gyakorlatilag bátaszékig lenyúlik, tehát egy aktuális a bátaszékieknek és megismerni. Nagyon sok népszokás van, mert az emberi életfordulók azok ugye minden ember életében meghatározóak. És természetesen például az esküvőre azt szoktuk mindig mondani, hogy az ember élet legnagyobb színjátéka, ugye, mert hát napról napra sárközben egy hetes lakodalmak voltak, tehát napról napra minden napnak megvolt a maga népszokás eleme, és ezeket hozták össze egy hétre. De egy gyermek születése kapcsán is őriztek hagyományokat a sárközben élők. De a legfontosabb népszokások azok mind olyan mágikus elemek, amelyek a születendő gyermeknek a jövőjét próbálják meg meghatározni és befolyásolni, hogy minél eredményesebb és szebb élete legyen a későbbiekbe. Sajnos ezek a népszokások a sárközben eléggé leegyszerűsödtek, hogy úgy mondjam. Van még egy pár, amit úgy megtartanak, hát a keresztelőt azt azért megtartják, esküvőket megtartják, most is temetéseket ugyanúgy megtartják, tehát ezeket a főbb dolgok, ezek megvannak, de mondjuk az egyházias népszokások már kevésbé, ugye hát a sárköziek az a protestánsok, tehát református vallásúak, és a református vallásúaknak az egyházias népszokásai jóval egyszerűbbek. Ugyanúgy, mint ahogy a református templom is egyszerűbb, tehát a népszokások is egyszerűbbek, és nagyon kevés maradt meg. A barokkos római katolikus vallásnál jobban megmaradtak, és népességnél ezek a vallás, gondolok itt a betlehemezésre, vagy sorolhatnánk ezeket a karácsonyhoz kapcsolódó különböző népszokásokat. A könyvben mutatott Rudolf László előadása követte, aki fáradhatatlanul kutatja fel a bátaszék sport életével kapcsolatos információkat, amiket meg is osztott a jelenlévő közönséggel. Olyan érdekességekről is hallhattak a résztvevők, mint az, hogy 1913-ban már két klub is létezett Bátaszéken, a Bátaszéki Sportklub és a Bátaszéki Vasutas Ifjak Atlétikai Klubja. A Bátaszék az első világháború után két évig szermegszállás alatt volt, és így a pécsi területhez tartozott labdarúgás szempontjából is, és nagyon sok adatot én elsősorban a pécsi Baranyai Újságban tudtam megszerezni, de voltam Mohácson a Kanizsai Dorottya Múzeumban, ott is voltak olyan újságok, amelyek például az ország Széchenyi Könyvtárban sincsenek meg. És amikor Baján is átnéztem a szomszéd megye Bács-Kiskun újságot, utána akkor pedig vezettem a Széchenyi Könyvtárba, és amit itt nem találtam meg megyében, meg környező megyékben, azt igyekeztem még ott begyűjteni. És hát erről a kutató munkáról szeretnék majd itt beszélni, és egy-két dokumentumot megjeleníteni, megmutatni. Az atlétika nagyon komoly fejlődésnek indult, és hát több más sportág is volt. Ökölvívás is 50-es években eléggé népszerű volt. Aztán mindig jöttek a új sportágok is, sakk is, hexasakk is, veszük, akkor utóbbi évek óta a karate nagyon nagy népszerűségnek örvend Bátaszéken, amióta uszodánk van az úszás is, úgyhogy vannak új sportág, vannak régiek, és elsőbb a régieknek az eredményeit igyekszem megörökíteni. Több, hát én az egykori, ha így megemlítem, most nem is mint sportolókat, hanem sportvezetőket, edzőket. Tehát Novák István, aki nekem gimnáziumban testnevő találom volt, Harsányi László, aki egészen komoly sport egyetemi tanári címig vitte,
illetve Kalász János, aki labdarúgó is volt, utána az iskolának az igazgatója, ő is komoly sportvezető volt. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!